Gyönyörű szép jó estét kívánok mindenkinek, nagyon nagy szeretettel köszöntök mindenkit, aki eljött ma este erre a közös teremtésre, közös meditációra. Nagyon örülök, hogy itt vagy, és a fényeddel emeled a közösség energiáját. Na, hogy vagytok ma? Valakinek van valami pozitív élménye, öröm érte, akármi, azt beírhatja ide, hogy hadd örüljünk mi is. Azt is kérem, ha van itt valaki, aki most van itt először, ő is beírhatja ide a chat ablakba, hogy most vagyok itt először, akkor őt is külön is köszöntjük. Mert hogy mindig örülünk egy-egy újabb embernek, aki megjelenik itt a közösségben, mert az a jó, hogy te, aki megjelensz újként, hozod az energiádat, és akik meg itt vannak, azok meg adják az energiájukat neked. Szóval tök jó, hogy itt vagy. Hogyha először vagy itt, akkor írd be, léci. Ha mered. Ha valakinek volt valami öröme ma, aminek tudott örülni, meg hálásnak lenni, akkor azt is beírhatja ide. Hadd lássuk, hogy csupa öröm az élet. Valéria Kalamár, szia, kedves Valéria! Ma vagy itt először, nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon nagy szeretettel köszöntünk téged, és azt kívánom, hogy tapasztald meg ezt a végtelen energiát, amit itt összeszoktunk hozni, illetve hát mi igazából csak ráhangolódunk erre az energiára, de amikor ezt tesszük, akkor nagyobb energiákat érzünk mi magunk is. Kocsis Mónika, szia, kedves Mónika! Szeretettel köszöntelek, nagyon örülök, hogy itt vagy, és hoztad a fényedet, hoztad az energiádat, azt kívánom, hogy tapasztald meg azt a végtelen isteni teremtő energiát, amire rá fogunk együtt hangolódni. Na, Sipos Árpi, aki erősíti a férfiak szerény táborát, nagyon örülök, hogy itt vagy, és ugye több visszajelzést is láttam, hogy beírtál, hogy egészen jól alakulnak a dolgok néhány alkalom után. Tök jó. Gyurik Márta, szia! Most vagy először velünk. De jó, hogy itt vagy, Márta. Nagyon örülök nektek, újak, akik itt vagytok, és azt kívánom, hogy gyertek máskor is, és találjátok meg ebben a közösségben a valódi önmagatokat. Segítse ez a ti életetekben azt, hogy összejöjjetek. Én azt gondolom, hogy az életünkben ez kell, hogy legyen a cél, a legfontosabb, hogy megtaláljuk azt a tiszta energia tudatot, akik mi valójában vagyunk, akik az isteni teremtő energiának a részei. Editnek a kisfia megírta a felvételit, mindent tudott, szuper, akkor biztos fel is fogják venni a kisfiad, kedves Edit, tök jó, örülünk neki. Szuper. Na, hát ilyen örömök azok jók, amikor vannak az embernek az életében. Mert akkor felhangolnak minket, ugye már eleve egy magasabb érzelmi állapotra. És észrevetted, hogy amikor jobban érzed magad, akkor valahogy a dolgok is jobban alakulnak körülötted? Sőt, a reakcióid, amik a környezetedre, amiket automatikusan adsz, valahogy azok is jobbá válnak.
Úgyhogy nagyon-nagyon érdemes, én nem véletlen szoktam egyébként kérni azt, hogy gyűjtsünk ilyen pozitív dolgokat, mert amikor arra helyezzük a figyelmünket, akkor az emel minket. És amikor magasabb frekvencián rezgünk, akkor minden jobban alakul. Sőt, itt a meditációnál, hogyha elkezdünk egy magasabb frekvenciára hangolódni, akkor könnyebben rátalálunk arra a frekvenciára, ami a végtelen isteni energia, ahova ugye kapcsolódni szoktunk mindig, meg ma este is fogunk ebben a meditációban kapcsolódni a végtelen isteni energiához. Szóval, mit fogunk ma tenni? Az a jó hírem, hogy gyakoroljuk ma este az új emberré válást. Hát ebben a meditációban azt fogjuk tenni, hogy ráhangolódunk arra valakire, aki szeretnénk lenni. Na, hát látom közben itt Túri Istvánnének a kisunok a keresztelője volt, tök jó, gratulálunk. Na, Mária azt mondja, hogy szereti a kis kulcsocskáját. Az a kulcs, ami az okozóságot jelenti, az azt jelenti, hogy nála van a saját életének a kulcsa. És ez milyen jó, amikor nálunk van a saját életünknek a kulcsa, amikor elfelejted a hibáztatást, meg a mások okozását, akkor az történik, hogy felszabadulsz egyébként arra, hogy megvalósítsd a valódi önmagadat. Szóval az a helyzet, hogy ha megkérdezném, hogy vajon mit jelent az, hogy a személyiségünk, akkor arra a válasz az nagyjából az, hogy az a személyiségünk, amik a gondolataink, amik az érzelmeink, amik a cselekedeteink. Tehát az a személyiségem, ahogy gondolkodom, ahogy cselekszem, ahogy érzem magam. Hogyha én arról beszélek, hogy új emberré válj, akik egyébként sokan már itt rajta vannak ezen az úton, és azt gondolom, hogy sokan új emberré is váltak már, és most még újabb emberré válnak a továbbiakban. De ami a lényeg, ahhoz, hogy új emberré tudjunk válni, ahhoz mit kell megváltoztatni? Ugye egy új személyiségé a gondolatainkat, ezáltal, ahogy viselkedünk, ezáltal, ahogy érezzük magunkat. Tehát, hogyha meg szeretném változtatni a körülményeimet az életemben, akár a fizikai állapotomat, az egészségi állapotomat, az anyagi helyzetemet, a párkapcsolatomat, bármit, amit szeretnék változtatni, azt úgy lehet, hogy én egy új emberré válok. Miért? Mert a régi ember, aki most vagyok, a gondolataimmal, az érzelmeimmel létrehozta ezt a fizikai valóságot, amit én lehet, hogy szeretnék megváltoztatni. Tehát, hogyha nem egészséges a testem, akkor ez az önmagam hozta létre. Ha azt szeretném, hogy egészséges legyen a testem, akkor mit kell tennem? Létre kell hoznom egy új embert, egy új önmagamat. Aki mit fog tenni? Aki máshogy gondolkodik, máshogy érez, máshogy cselekszik. Miért? Mert a gondolataink és érzelmeink azok teremtik a valóságot. Tehát nekem nem az egészséget kell létrehoznom, hanem új gondolatokat kell létrehoznom, új érzelmi állapotot kell létrehoznom, és ha új emberré válok, akkor automatikusan megjelenik a testemben az egészség. Akkor felszabadul a testem a stressz, a nyomás, a feszültség, a vészüzemmód alól,
és egyszerűen az én drága autonóm idegrendszerem elkezdi megjavítani önmagát. Elkezdi a sejteket máshogy vezérelni, elkezdenek beindulni olyan gének, amelyeknek az a funkciójuk, hogy javítsák a sejteinket. És új fehérjéket fognak ezáltal előállítani a sejteink, és megjelenik az egészség. De ugyanígy a párkapcsolataink is. Tehát akkor, amikor feszült kapcsolatunk van, vagy nincs kapcsolatunk, vagy szeretnénk kapcsolatot. De az a helyzet, amiben vagyunk, azt a jelenlegi gondolkodásunk, érzelmeink hozták létre. Ahhoz, hogy létrehozzunk jobb kapcsolatokat, ahhoz meg kell változtatnunk a személyiségünket. Azaz, ahogy gondolkodunk, ahogy érezzük magunkat. Az egész földi útunkon ez egy nagyszerű kihívás, én azt gondolom, meg cél, hogy egyre inkább egy magasabb érzelmi állapotba kerüljünk, egyre inkább olyan gondolataink legyenek, amelyek azt a jövőt teremtik, amit mi szeretnénk. Benne vagyunk egy csapdában, mert rögzült gondolataink, amiket programoztak pici gyerekkorunk óta, azáltal, hogy megfigyelted, hogy hogy viselkednek a szüleid, a család, a testvéreid, a rokonok, a tanárok az iskolában. Ezeket rögzítetted a fejedbe. És hát nem feltétlen olyan gondolatokat futtattak, meg nem feltétlen úgy érezték magukat, ami teremtette volna az ő pozitív jövőjüket. És ezekkel a gondolatokkal vagyunk mi itt jelen pillanatban valamilyen személyiséggel. És már most mondom, hogy ne hibáztasd magad, tehát ezeket kaptad, így működünk, ezek bejöttek a fejedbe, ezek a gondolatok. Ezek irányítják az életedet. 95%-ban ezek a tudatalatti rögzült gondolatok irányítják az életünket. Mit jelent ezek a gondolatok? Ezek energiák, ezek frekvenciák. A kvantumfizika bebizonyította már, hogy a gondolatainkkal, ezzel az energiával és az érzelmeinkkel teremtjük a valóságunkat. Energiaként létezik bármilyen lehetőség, amit el tudsz képzelni. A te dolgod az, hogy a gondolataiddal erre helyezd a figyelmet, arra pozitív lehetőségre, amit szeretnél. Csak az a baj, hogy a tudatalatti rögzült gondolataink automatikusan futnak, és ezek legtöbb esetben negatív gondolatok, és ezek negatív valóságot teremtenek. Tehát ha szeretnél új valóságot, szeretnél egészségesebb lenni, szeretnél jobb kapcsolatban lenni, jobb anyagi helyzetben lenni, bármit szeretnél a körülményeiden javítani, akkor meg kell változtatnod azt, ahogyan gondolkozol, ahogyan érzel. Na de hogy lehet ezt? Hát úgy lehet, hogy rá kell jönnöd és fel kell ismerned, hogy te nem a gondolataid vagy. Mert ha azonosulsz ezekkel a gondolatokkal, ezekkel a rögzült gondolatokkal, meg a szokásaiddal, meg a testeddel, akkor úgy nem nagyon tudod megváltoztatni. Rá kell jöjjél, hogy te valójában nem a tested vagy, nem a gondolataid vagy, hanem egy tudat vagy, egy felsőbb lény, aki az isteni teremtő energiának, Istennek a része. És amikor ez vagy, onnan lehet tudni, hogy rá tudsz nézni a gondolataidra, tudod? Tehát ki az, aki nézi ezeket a rögzült gondolatokat? Te, aki nem a tested, és nem a gondolataid. Tehát ha rá tudunk hangolódni erre a valódi önmagunkra, erre a tiszta tudatra, erre az energiára, erre a tökéletességre, erre a korlátok nélküli valakire, akkor képesek vagyunk tiszta tudatként megváltoztatni a gondolatainkat, illetve átvenni az irányítást. Tehát már tudatosan ráhelyezni a figyelmünket azokra a dolgokra, amiket szeretnénk az életünkben. És azokat teremteni ezáltal, hogy azokat a gondolatokat futtatjuk. Egy csodálatos teremtő lény vagy, tudtad?
És ebben a meditációban ezt fogjuk tenni, hogy így fogjuk megváltoztatni önmagunkat, így fogunk új emberré válni. Ugye nyilván nem feltétlen egy alkalommal fog ez sikerülni, de ezt kell gyakorolnunk. Tehát azt fogjuk tenni a meditációban, hogy először is nagyon fontos, levesszük a figyelmünket a fizikai valóságról. Miért? Mert szeretnénk összekapcsolódni ezzel az energiával, ezzel a tiszta tudattal, aki nem a fizikai valóság. Ezt hogy lehet? Úgyhogy levesszük a figyelmünket a fizikai valóságról, a problémáinkról, a gondolatainkat, visszahozzuk ide a jelen pillanatba. Ma rengeteg problémád volt, lehet, hogy tegnap, lehet, hogy két hete. Ezekről elveszed a figyelmed, ezeket elengeded. A jövőbeni aggodalmakról levesszük a figyelmünket. Egyszerűen idehozzuk a jelenbe, a meditációval. Lelassítjuk először is a légzésünket, a testünket, azért, hogy egy ilyen meditatív tudatállapotba kerüljünk, tehát ilyen béta agyhullám állapotból, alfa, téta állapotba fogunk menni, és elkezdjük kihelyezni a figyelmünket a körülöttünk lévő energiamezőre. Honnan tudni, hogy ez itt van? Onnan tudni, hogy érzékelni lehet a hatását. Nem látjuk, nem lehet megtapintani, ugyanúgy, ahogy a rádió hullámokat, ugye? Itt van a mobiltelefon. Hogy telefonálunk rajta, nincs vezeték beledugva. Egyszerűen itt vannak a rádió hullámok. Nem látjuk, de a telefon érzékeli. Nem látjuk az energiamezőt, de mi képesek vagyunk érzékelni az 5 darab érzékszervünkön kívül. És ahogy ezt tesszük, és egyszerűen csak azt kell tegyed, hogy egyszerűen tudatosítod, hogy itt van körülötted egy ilyen végtelen energiamező, akinek te a része vagy egyébként. Tehát, hogyha sikerül levenni a figyelmünket önmagunkról, és áttenni a figyelmünket ebbe a csodás energiamezőbe, és érzékelni ezt az energiát, akkor azt fogod észrevenni, hogy egyé válsz vele. Mert ez vagy te, akinek nincsenek korlátai. És amikor ezzé válsz, amikor tudattá válsz, és erre rá fogunk hangolódni ebben az energiamezőben, teljesen összekapcsolunk vele, és így most 146-an mindannyian is összekapcsolódunk, azért jó, hogy ennyien így együtt vagyunk, mert emeljük ezt az energiaszintet ezáltal, tehát könnyebbé válik ez a kapcsolódás. És amikor ezt tesszük, akkor tudatként ugye ráhelyezzük a figyelmünket erre az új önmagunkra, akit szeretnénk létrehozni. Ez az új önmagunk az, akinek korlátlan lehetőségei vannak. Aki egy korlátlan teremtő, aki maga a szeretet. Az az új önmagunk, aki képes mindig ott lenni ebben az energiatérben, energiaként irányítja az életét. Hogyha el tudsz jutni erre az új önmagadra, akit nem a gondolatai, a rögzült gondolatai irányítanak, hanem a tudatos teremtő gondolatai, amit szeretne, akkor megváltozik a fizikai életed, megváltozik az egészséged, automatikusan megváltoznak a körülményeid. Tehát amikor arról beszélek, hogy válj új emberré, akkor arról beszélek, hogy legyél az az ember, akit a valódi önmaga irányít. Akinek a figyelme folyton a valódi önmagán van, és önmagaként határozza meg a körülményeit. Ott van a nyakában a kulcs, mint ahogy Máriának. Mert ezzel a valódi önmagadként ez tényleg egy arany-gyémánt berakásos kulcs. Ezzel olyan ajtókat tudsz kinyitni, amiket a rögzült gondolataiddal soha. Erre az új önmagunkra fogunk hangolódni a meditációban, és csak képzeld el, hogy ki ez a csodálatos teremtő valaki, aki része az isteni energiának, az Istennek, és képes vagy bármit létrehozni az életedbe, bármit,
amit az emberi elme el tud képzelni, azt meg tudja valósítani. Szóval ezt tesszük itt, úgyhogy akkor kérdezem, hogy készen álltok arra, hogy csodálatosan összekapcsolódjunk itt az energiamezőben, és tényleg leakadjunk a testünkről, a gondolatainkról, a fizikai környezetünkről, és váljunk egyé energiaként, mert az energiamezőben nincs A és B pont. Most fizikailag te valahol vagy, én valahol vagyok, ő valahol van. Amikor energiává válunk, tiszta tudatként, akkor egyek vagyunk. Nincs idő, nincs tér, csak a mindent körülölelő egység, aminek része vagy a mindenség, az egység, a teremtő egység. És te teremtő egységként, a figyelmeddel, tiszta tudatként bármit létre tudsz hozni. Létre tudsz hozni egy új embert. És ez az, amit fogunk tenni. Úgyhogy látom, hogy azt mondjátok, hogy készen álltok, akkor egyszerűen azt kell tegyed, hogy nem lesz szükséged az érzékszerveidre, tehát nyugodtan lekapcsolhatod a villanyt, foglald el a székedet, amiben ülsz, kényelmesen helyezkedj el, és vedd le a figyelmed mindenről. Most kapcsold ki a gondolataidat, ahol leragadt a múltban, a problémákban, hozd ide a jövőbeni aggodalmakat. Kapcsolt ki, vedd le a figyelmed róla. Hozd ide a jelen pillanatban. Hát a jelen pillanatban a világon semmilyen probléma nincsen. A jelen pillanatban tudunk kapcsolódni önmagunkhoz, ehhez a csodálatos energiához. Gyere, hangolódjunk együtt erre a csodálatos, mindent átölelő, teremtő egységre. Ülj egyenesen. És hunyd be a szemed.